Döbbentő vallomást tett Terry Black a tények kamerái előtt. Az előadó művész azt mondta, hogy igazságérzete nem engedi, hogy tovább tűrje Vona Gábor hallgatását. Ezért kereste meg a Lokál szerkesztőségét, és ezért adott exkluzív interjút nekünk is. Terry Black arra is emlékeztetett, hogy korábban ő szólította fel Vona Gábort, hogy vallja be hűtlenségét, amit a politikus aztán el is ismert. Most további megdöbbentő részletek következnek. Felhívjuk a figyelmet, hogy a következő összeállítás megzavarhatja egyes nézőink nyugalmát. Tehát az, hogyha én azt mondom, hogy meleg reggelre ébredtem, az nem akarom, hogy azt jelentse, hogy felúsztam a redőnyt, és Terry Black mosolygott be az ablakon. Vona Gábor, a Jobbik első embere, sosem rejtette véka alá a véleményét a homoszexuálisokkal kapcsolatban. Ahogy ez az archív felvétel is mutatja, gyakran viccelődött a melegeken, amit sokan nem néztek jó szemmel. Az én személyemmel szokott általában szórakozni, hogy ne süssön be a nap, meg ne a Terry Blacket lássam. Tehát ezek mind nagyon jó pofák. A szabad szájúsága miatt gyakran botrányba keveredött Terry Black, azért kereste meg a szerkesztőséget, hogy egyszer és mindenkorra tiszta vizet öntsön a pohárba, hiszen ő már régóta ismeri Vona Gábort. Saját bevallása szerint már több mint 10 éve. Akkoriban hetente többször is találkoztak. Azt nem mondom, hogy napi kapcsolatban voltunk, mert ez egy hülyeség lenne, meg hazugság lenne, viszont az tény és való, hogy hetente 2-3-szor azért megfordultunk, láttuk egymást, tehát azért bakok nem vagyunk. A két férfi a 8. kerületben találkozott először. A találkozók célja, hogy fiatal, értelmiségi férfiak megvitassák a világ dolgait. Újságírók, színészek és ifjú politikusok is részt vettek a találkozókon. Egyszer csak belépett, vagy... Na azért nem ő a Német Marika, hogy belépett, mint primadonna. A beszélgetések után következett a szórakozás. Terry Black azt mondja, itt ismerte meg Vona Gábort közelebbről is. Ezt nem lehet kimagyarázni, mert ha kellemetlen, ha nem kellemetlen, akkor nem volt kellemetlen, mert tényleg jó volt, mert különben az ember abba hagyta volna. Vona Gábor azonban azóta politikai pályára lépett és bekerült a parlamentbe. Egy olyan párt elnökeként, amely gyakran nyíltan kritizálta a homoszexuálisokat. Álljon ki és mondja azt, hogy neki is voltak ilyen kapcsolatai. Mert tudnélik, tény és való, hogy voltak. Tehát 2001 és 2003 között biztos, hogy aztán utána is, vagy előtte is, ezt én nem tudom. De ez időszakban biztos, hogy voltak neki, mert ugye saját fül, szem tanúja voltam az eseményeknek. Terry Black azt mondja, szemlátomást nagyot változott Vona Gábor ahhoz az időhöz képest, amikor rendszeresen találkoztak. Számára érthetetlen, hogy olyan múlttal, amit Vona Gábor maga mögött tudhat, ennyire szélsőségesen gondolkodik. Úgy gondolom, hogy előbb-utóbb az emberekről mindig minden kiderül. És még azt sem mondhatom, hogy én őt bántani akarom, mert én annak idején se bántottam, amikor ő bepróbálkozott annak ellenére, különböző mondatokkal a médiában velem kapcsolatban. Ha pedig valaki kitálal, a sokakban kérdéseket vet fel a politikus őszinteségével kapcsolatban. Véli Terry Black. Prédikálhatok vizet, miközben bort iszok, de akkor nem mondok valót. De mondom, itt nem az a probléma, hogy ki milyen szexuális hovatartozással rendelkezik, de egy közéleti embernek, főleg, hogyha ezek az emberek ellen akart propagandát tenni, akkor bizony be kell vallja azt is, hogy ő is csinálta. Az a bizonyos társaság 2003-ban szétszélett, azóta Vona Gáborral sem találkozott. A tagok közül van, aki azóta már nem él. Például az előadó szerint Rózsa Flores Eduardo, akinek neve az Öszödi beszéd nyilvánosságra kerülésének ügyében vált ismerté. De Terry Black szerint vannak még, akik élnek és emlékeznek is. Azért nagyon megkapargatom esetleg a mostani ismerettségi körömnek a... egy-két emberének a agytárját, akkor nem vagyok benne biztos, hogy valaki nem jelentkezik be, hogy hát esetleg 2010-ben is voltak ilyen dolgai a fiatalembernek. Terry Black azt mondja, azért ült újra kamera elé, hogy megkérje a politikust, valljon szint, és éljen az szerint, amit másoktól is elvár, őszintén. Álljon ki és mondja azt, hogy neki is voltak ilyen kapcsolatai. Vona Gábor azonban még azt is tagadja, hogy személyesen ismerné Terry Black-kel. De van valamilyen takargatni valója Terry Black-kel kapcsolatban? Át valamilyen kapcsolatban vele? Soha nem találkoztam vele. Hozzátette, nincs takargatni valója magánéletében, amit szeretett volna, mindent elmondott múltja sötét titkairól.